52 évvel ezelőtt a Babarczi iskolában 6 fős fúvós zenekar alakult Áman György vezetésével. Az első fellépéskor azonban már 15-en voltak. A zenekar azóta beutazta az egész országot, külföldre is eljutottak, főként Ausztriában és Németországban koncerteztek. 1991-ben II. János Pál pápa pogányi szabadtéri szentmiséjén is közreműködtek. A jelenlegi karnagy Áman Balázs tavaly vette át a karmesteri pálcát édesapjától. Áman György 50 évig vezényelte a zenekart, mely mostanra elhagyta nevéből az ifjúsági jelzőt. Ez nagyon régi történet, mikor én is másodikos, harmadikos kis legényke voltam, akkor apám gyakorlatilag a zenekar szüksége szerint kiválasztott, hogy akkor most én trombitás leszek, és elkezdtem trombitálni. Először önállam, majd a Mohácsi Zeneiskolában tanultam, és így fejlődtem tovább. Majd mikor a zeneművészeti főiskola elvégzése után, akkor tanítottam, zenetanárként dolgoztam, és dolgozom jelenleg is, itt Babarcon is, és Villányban is, és hát közben fúvós karmester is lettem. Ez nehéz örökség ugye valamilyen szinten, mert azért apám 52 évig csinálta, szívvel, lélekkel, úgy gondolom, hogy mi ezt a családban is úgy szoktuk mondani, hogy ez a zenekar volt a harmadik gyereke, sőt, sokszor az első, ugye ezt szoktuk mondani. Tehát nem volt egyszerű történet ez, hát sok próbával igyekszem az utánpótlást is biztosítani és a zenekar repertoáriát bővíteni. Akik mondjuk középiskolában Pécsen vannak, vagy Budapesten, ők van, hogy ritkábban tudnak jönni, de azt gondolom, hogy igyekeznek ezt megoldani, és hát ugye, mint látjuk, felnőtt emberek is vannak, sőt, van nagypapa is már a zenekarban, aminek nagyon örülök, hogy ilyen széles ez a skála. Ő mondjuk a legelső a próba elején, és ő egy legutoljára haza, tehát ilyen jó motivált emberek vannak itt Babarcon, azt kell, hogy mondjam. A fúvós zenekar tagjai többnyire sváb származásúak, és beleszülettek ebbe a kultúrába, a zene szeretetébe. Én már kisgyerekkorom óta játszom a zenekarban, konkrétan második osztályba kaptam meg már Álmán tanár bácsitól az első hangszeremet. Annak idején egy trombita volt, egy évre rá kiderült, hogy a szaxofon sorban megüresedés lesz, és akkor tanár bácsi úgy gondolta, hogy akkor innentől kezdve képezzem át magamat, apukám segítségével, meg nyilván az ő segítségével szaxofonosnak, és akkor így kezdődött az én szaxofonos karrierem, idézőjelben. A sváb, a hagyományos sváb volt a tanárbácsi alatt a fő vonalunk, amióta Balázs átvette a zenekart, azóta teljesen kibővült a repertoár, és ez mindenkinek nagyon tetszik. Az anyukám is, és az apukám is mind a ketten sváb származásúak, úgyhogy természetesen ebben nőttem fel, és én ezt tovább is adom a gyerekeimnek. Én első osztályos koromban kezdtem el zenélni Álmán tanár úrnál, Körinéton, és hát körülbelül negyedikes lehettem 2011 körül, amikor bekerültem a zenekarba. Tulajdonképpen teljesen evidens volt, hogy aki elkezdi az iskolát, az elkezd zenélni is, és akkor egy idő után be is kerül a zenekarba, úgyhogy ezért. Én nagyon szeretem a hangulatot itt minden próbán, meg a fellépéseken is. Nagyon jó a társaság, meg igazából a barátaimmal együtt zenélek, és hát az mindig hozzárak egy kis pluszt. Én nekem is vannak sváb gyökereim, és hát kiskorom óta már ápolom a sváb hagyományokat a néptánccal, a zenével egyaránt, viszont én a Zeneművészeti Egyetemen tanulok klarinétot, tehát nekem még ezek a könnyű zenei, meg a komoly zenei művek is közel állnak hozzám. Polkák, keringők és indulók, valamint modern darabok. A pandémiás időszak után újra gőzerővel készül a zenekar a koncertekre. Én november óta állok a zenekar élén, pont beletrafáltunk itt a téli leállásokban, sajnos akkor elmaradt a koncertjeink is, kevesebbet tudtunk próbálni is, de azért igyekeztünk, tehát esetleg kisebb létszámba jöttünk össze, de igyekeztünk, és most, hogy szabad a pálya, most azért elég sok fellépés válunk, azt tudom mondani, hogy havi 2-3 fellépésünk biztosan lesz, itt a falunak a hivatalos rendezvénytől kezdve
koncertekig, és amire most nagyon készülünk, az május 8-án a Babarczi templomban lesz egy igazán úgy gondolom magas színvonalú fúvószenei koncert.